Szervusztok magyarok! Nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a történelmi videópályázaton. A nevem Elizabetta és Olaszországban élek. Olasz és magyar állampolgár vagyok. Olaszországban is vannak nemzeti ünnepek, de még hasonló sincs ahhoz, amelyet június 4-én tartunk Magyarországon. Különösen ebben az évben, 2020-ban, hogy 100 év telt el a trianoni szerződés óta. 1920. június 4-én megtörték a magyar szín kétharmadát, mint népesség, mint területi szinten. Az első világháború nyertesei úgy döntöttek, hogy megosztják Magyarország egyes részeit, és átadják azokat a szövetséges országaiknak. Azaz meggátolták, hogy a magyarok kultúrájukhoz, nyelvükhöz és politikájukhoz hozzáférhessenek. Jó érzés tudni, hogy a gyönyörű városok eredeten magyar, annak ellenére, hogy jelenleg külföldön vannak. Most pedig a mai Magyarország csodálatos és fontos városairól beszélnék. Budapest az első város, amit bemutatok. Magyarország fővárosa. Kettén szeli a Duna, a pesti oldalán található a hatalmas magyar parlament, míg a budai oldalán a királypalota és még sok más híres épületek. Minden évben idejövök, ahol nagymamám és rokonaim élnek. Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, amely augusztusban a virágkarneválról híres. Egy másik nagyon híres város Pécs, amely az ország déli részén található, sör és porcelán gyártásáról ismert. Miskolc a Habsburgok óta mai napig fontos ipari központ. Utoljára, de nem utolsó sorban van Balatonunk, a tökéletes nyári turisztikai célpont, ahol szórakozás garantált. Amint láttuk, a trianoni szerződés ellenére Magyarország megmaradt annak a gyönyörű országnak, mely csodálatos kultúrával és hagyományokkal rendelkezik, de elsősorban érző szívű és összetartó emberekkel.